Az Óbecsei Egészségház értesíti a polgárokat, hogy községünkben a koronavírussal fertőzött betegek számának jelentős csökkenése miatt július 5-től a COVID-rendelő munkanapon 7-től 13 óráig lesz nyitva. 13 óra után pedig azok a betegek, akiknél láz és felső légúti panaszok lépnek fel, az Óbecsei Egészségház légúti rendelőiben jelentkezhetnek, azaz a sürgősségi egészségügyi szolgálat melletti bejáraton. Júliusban a COVID-rendelő hétvégeken 9-től 17 óráig dolgozik. Az Óbecsei Tisza kosárlabda klub 3 aranyérmet szerzett a szeniorok, a juniorok és a fiatalabb kadétok kategóriájában a Viba ligában, melyben együtt versenyeztek Szerbia és a régió többi klubjaival. Ez a Tisza számára történelmi sikernek számít, amit az odaadó csapatmunkának, a kemény edzéseknek és az erős győzni akarásnak köszönhetnek. Mi 2020. májusától, amikor lazábbá váltak a járványügyi intézkedések, nem álltunk le hosszabb szünetet tartani, kivéve amikor muszáj volt abba hagyni az edzéseket, mint ahogyan mindenkinek az volt. Még a bajnokságot is megszakították ebben az évben egyszer egy hónapra, másodszor két hétre. Az idősebb csoportnak, a junioroknak hetente 6-tól 4 edzésük van. Bizony gyakran dolgoztunk naponta kétszer is, az utóbbi hetekben pedig 8 edzésünk volt hetente. Ilyen eredményeink még nem voltak. Amióta a klubban vagyok, értünk már el szép eredményeket, azonban, hogy ugyanabban az évben 3 aranyat is megszerezzünk, ráadásul úgy, hogy ezen a bajnokságon mi Óbecséről a legkisebb helységből érkeztünk. A többiek 95%-ban nagyvárosokból jöttek, ahol lehetőség van a gyerekek szelektálására. Nálunk persze teljesen más a helyzet. A szeniorok az újvidéki Sztár csapata ellen vívott párharcban nyerték meg a bajnokságot, a juniorok az Olimpik ellen győztek, míg a fiatalabb kadétok a döntőben a szabadkai Spartacus csapatát győzték le. A Tisza kosárlabda klubot egyébként 2003-ban alapították, Ratkovics egy évtizeddel később kezdett el a klubban edzőként tevékenykedni. 2012-ben szerzett diplomát a Sport és Testnevelési Egyetemen, diplomamunkájának témája pedig éppen a kosárlabda volt. Kosárka neki... A kosárlabda számomra egy életstílus, én a kosárlabdáért élek, és teljesen normális volt számomra, hogy edzőként is szerepeljek. A felkérést erre vonatkozóan azonnal elfogadtam, és mivel hivatásosan is foglalkoztam ezzel a sporttal, és több éven keresztül figyelemre méltó eredményeket értem el, úgy a hazai, mint a nemzetközi szintéren. Logikus volt számomra, hogy olyan követelményeim voltak, amik az addigi edzők követelményei felett álltak. És valóban egy nagy adag fanatizmussal kezdtem el ezzel a munkával foglalkozni. Ez a fajta fanatizmus a mai napig megmaradt. Úgyhogy a kemény munkának soha sincs vége nálunk.